szívvány, és most karom elbír. A szellő fújja az aranyhajam, tudom, ez elvakít. Ki vagy te hős, ifjú fogd kezem, mit mond miért? Ez a belső többet ér. Soha nem mondtak még így szavakat, soha nem számított más. Csak a testem lesték a szép izmokat, kockás hasamat érte sok biztatás. Ez a herceg lesz egyszer a nagy tovább. Most ilyennek látsz, furcsa, hogy még nem imádsz. Érzed szívemben, nem érted, kapancs, fellapansz meg tüzeket. Olyan szép majdnem, mint én, szememben képesződ fény. Vörös pirinit. Elpirultál, és ez felvidít. Most már érzem téged. Szívem lobban, oly serény, de könnyebb szívem, s kérdez, hogy szép, felgyújtott vége az új remény, remény, az új remény, ez a remény. Hát ugye itt vagyunk a Hófehérke sajtótájékoztatóján, és ugye kiderült, hogy te fogod alakítani a herceget. Igen. Erről mesélj nekünk, hogy készülsz a szerepre? A szerepre mindenképp készülök nagy erőbedobással, és sokat, és jól. Nem, tényleg ezt lehet rólam tudni, hogy én ilyen készülős vagyok, tehát én megtanulom a szöveget, bár sokan mondják, hogy nem biztos, hogy jó, hogy a instrukciók előtt már egy színész úgy jobban, hogy tudja a szöveget, de én szeretem tudni. Nálunk ugye a barátok közben minden napra kell tanulni rengeteg szöveget, és így igazából hozzászoktam ahhoz már, hogy már eleve úgy megyek egy próbára, hogy tudom, hogy miről van szó, tudom a szövegemet, és akkor ők majd alakítani. Tehát hagyom magam alakítani. És a te olvas... Mert a rendezők mindig attól félnek, hogy valamit nagyon megtanulok rosszul. És, de nem, tehát igazából csak a szöveget, így bedobom a szöveget, úgyhogy készülök rá, persze, hangilag mindenképp, rengeteg ilyen énekes szerepem van a Madách Színházban, úgyhogy minden előadás előtt van egy ilyen hangképzés óra, egy ilyen beéneklés, úgyhogy hangilag is mindenképp készülök rá, persze. És a te olvasatodban milyen egy herceg? Mit kell erről tudni? Na hát az én olvasatom a teljesen más egy herceg. Úgyhogy nem is tudom, hogy mennyire hasonlít a karakter, szerintem semennyire. Nem vagyok ez a nagyon ilyen hős, amorózó, ilyen jaj, és most a virág, és örökre, és halljunk meg együtt, és nem. Nem, én nem vagyok, én egy... Ilyen nyugodtabb vagyok ebből a szempontból, de ez a herceg teljesen más lesz, mint az összes eddig ilyen szép fiú, hogyha mondhatom így, szép fiú karakterem, mert ez kicsit... Szóval nehéz lesz, azt mondtam a rendezés, hogy ezt meg kell találjuk közösen, ezt a herceget, aki nem buta, de borzalmasan önimádó, de nem negatív hős. Tehát azt mondta, hogy kicsit talán olyan, mint a Shrekben a Prince Charming, ugye a szőke herceg, de nem gonosz, hanem jó, és a szerelem élteti, és a szerelem valódi. És kicsit önimádó, de nem buta, úgyhogy ez én már gondolok valamire, remélem a rendező is egyetért, sőt, hát nyilván az én követem az instrukcióit, úgyhogy nekép jó lesz. És várhatóan szőke leszel? Jó kérdés, erről is beszélgettünk, de a még nem ért véget ennek a, bocsánat, nem ért véget még ez a beszélgetés, nem tudom, az igazság, hogy ugye a barátok közben egy olyan karakterem van, ahol ez a figura kell,
és ha bármilyen változtatás van, az rengeteg munkát igényel a stúdióban, úgyhogy szerintem maximum csak parókázni lehet. Tehát, hogy felveszek egy ilyen hosszú parókát esetleg, hogyha azt akarják, hogy nagyon szőke legyek, de vénségemre egyre sötétebb vagyok, meg őszebb, nem. Úgyhogy, hát nem tudom, remélem, én szívesen viselnék parókát, még nem kellett sosem. Azt mondták, hogy olyan fura ez a paróka, vegyük le. Úgyhogy nagyon mű volt. Nem tudom, hogyha van egy jó paróka, akkor szívesen fölveszem. Egyébként érdekesen áll neked a szőke, de szerintem jól állna. Lehet majd ez kiderül nyilván. Majd kiderül. Lehet. Mert a rendezővel azt beszéltük, ugye van a szövegben az, hogy mit tudom én, na, most mondtam az előbb, és igen, az előbb énekelted, hogy a az szőke aranyhajam elvakít téged, és egy arany szőke. És azt mondta, hogy majd akkor max átírjuk a szöveget, úgyhogy a zselés hajam, vagy a barna hajam, vagy a rövid hajam elvakít, vagy valami, vagy a trendi hajam elvakít. Bármi, azt mondta, hogy ez úgy szoktuk mondani, hogy ez nem Biblia, úgyhogy bele lehet írni természetesen az író és a rendező instrukciói alapján. Érdekes lesz, nem mindegy. Érdekes. Hát ugye májusban lesz a premier, úgyhogy addig még bármi... Egy bármi... dolgot hagyd mondjak-e, minek, de ez tök jó lesz. Ez vicces lesz. Tényleg, tehát olvastam szövegkönyvet, és szakadtam a rögés. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon az összes ilyen nagyon új, ilyen szitkomos, ilyen kicsit ilyen Family Guy-os szerintem. Nagyon jó lesz. De ezt érdemes, ez egy családi musical, és a család összes tagja nagyon jól fog szórakozni. Garantálom. Tényleg. Na, ez nagyon jól hangzik. Akkor igazából azt vettem ki a szavaidból, hogy nem feltétlenül követi a klasszikus mese irányait, hanem egy picit újítani fog, sőt, nagyon újítani fog. Persze, hogyne. Az egész a szinte ránk íródik. Tehát, hogyha van esetleg olyan karakter, aki aznap, nem tudom, vagy mondjuk a bulvár hírekben olyan van róla, hogy akármi, azt bele fogják szőni. Tehát, hogy ez egy tipikusan olyan musical, ahol a humor játszik főszerepet, meg a szerelem, a boldogság, ez csak is csak egy ilyen pozitív endorfin bomba lesz az egész. Na, ez nagyon jól hangzik. Az jutott eszembe egyébként, hogy milyen jó médiás. nagyon jól csináltam. Nyomott, lehet, hogy marketingesnek kéne lenne, na minden. Közben még egy sort sem olvastam be benne. Hogy a régi klasszikus mesével egyébként mennyire vannak emlékeid, mert ugye nem egy tipikusan fiús mese, hogy vannak-e valamilyen emlékeid ezzel kapcsolatban? Persze, hogyne. Nyilván az ember ilyenkor mindig a saját szereplőjét, illetve a saját karakterére gondol. Ugye legelőször én, amikor ezt megkaptam, talán nem is mondtam, hogy azt mondtam, hogy hát tök jó lesz, két próba is mehet az előadás, hiszen bejön a Prince Charming a végén, ott megcsokolja a nőt, azt mehetnek. Házasság, ásókap a nagyharang és kész. De ehhez képest nem. Tehát ez igazából egy főbb szerep, abszolút végig jelen van, végig tükörrel, nagyon sok jelenet, vadásszal, mindenképpen rengeteg jelenet van, és ez teljesen más, mint amit az emberek ismernek a Hófehérkéről. Úgyhogy kicsit a Szőke Herceget jobban megismerik talán. Vagy ezt az oldalát a mesének. Nagyon jó lesz szerintem.